22. szeptember 28. szerda, és ahogy nézem, verőfényes időig érkezik. Ma kerékpározni fogunk. Északfele megyünk, ahogy tegnap mondtam. Megnézzük azt a részt is. Majd még reggelizek. Bringa félig meddig össze van pakolva, de először lenézek a partra. Este még voltak kisebb felhők a sziget közepe felé, de mostanra az is eltűnt. Szárti déli része, mögöttem az apartman, világos rózsaszín, ez az Anesti, sarkán lobog a görög zászló, és elég csendes a part, alig vannak. És itt van a Pazar-tenger, a legnagyobb látványosság Szártén, leggyönyörűbb. Fél 11, és akkor indul a túra. Földobtam rá a kulacstartót, a kormányra a táskát, az elengedhetetlen visszapillantót, és azon gondolkodom, hogy most elmegyek az Angelo kölcsönzőhöz, és további két napra rögtön ki is pattintom a bringát, egy péntekig nálam legyen. Megpróbálom 5-5 euróra lealkudni most is. Nagyon szép idő van, az a pont jó. A nap kicsit erősen tűz, bekentem magam, van egy kis szelünk, egy olyan 24-5 fokkal, inkább 25. És a felhők szinte nincsenek is a hegy fölött, az a kis pamacs van és más nincs. Most is áradás van itt. Hát egy olyan 20 cent is lehet a víz, itt beljebb 30 is. És ott a szép tenger. Felhőket nem is látok a hegy fölött. Lehet, hogy ez ma így marad, jó lenne. Megérkeztem az Onár mellé, és haladok Szárti északi irányába, a kikötő felé, amerre tegnap sétáltunk, de most azon is túlmegyek. Na, megalkuttunk, 5-5 euróért, holnap-holnap utára nálam maradhat a bringa. Hát szerintem ez egy nagyon jutányos, kedvező ár. 6 euró lenne amúgy ez a bringa egy napra, mert a többihez képest kicsit spécisebb. De hát mivel ilyen nagy emelkedők vannak, ezért kell a jó áttét. Itt vagyok a Hotel Olga mellett, és a Fotini ház a balomon. Végig a hegyen csodaszép nyaralók, fut a szőlő, egy gránátalmafa, aztán mekkora kaktuszbokor. A stop táblánál el is érem a szigetet körülölelő főutat, és megyek tovább jobbra,
észak irányába. Ez az út vissza kikötőhöz. Ott fogunk elmenni fölötte. És mellettem a benzinkút. Hi girls, ciao! Ne lepjen meg senkit, hogy egyenes a szakasz. Itt most megint leföl hullámvas utazás lesz szép szintekkel. Azért így bringával mindjárt könnyebb. Pikpak itt vagyunk a kikötőnél. És Szártin belül sincsenek távolságok. Tegnap erre csatangoltunk. Itt lent voltunk. Egész ennél az öbölnél. És nem jut eszembe a neve, majd kiírom. Ez egy neves tengerpartrész. És utána átmentünk a kikötőbe. Na ez az. Ahlada Beach. Itt lent ez az öböl. A busz megálló. Ilyen szép fenyők a hegy oldalban. A domb oldalban inkább úgy mondanám. És eddig még tűrhető a terep. Később jön a fekete leves. De többször. Innen jöttem, árnyékba parkol a bringa. És előttem a kikötő hullámtörővel. Távolra, délebbre Szárti települése. Athosz gyönyörű hegye a háttérben. És ez a jó kis szokásos görög kanyar, kaktusszal az íven. És akik esetleg csak most kapcsolódnak be ebbe a részbe és kerékpárt szeretnének bérelni Szártin, azoknak mondom, hogy minden aljnövényzettől, zöldtől tartsák távol a bringa kerekét, mert olyan alattomos bökőkék szúrókák vannak. Tegnap mutattam is a parton, illetve vasárnap. Szóval nagyon vigyázzatok. Csak betonon. Nézzünk egy kilátást. Jó kis pihenőhely, frissítő italok, kávét szolgálnak föl, és mindezt ilyen kilátás mellett. Csúcs! Innen a kávézó után jön a lejtő. És a nagy melegnek, tűző napnak van még egy előnye. Ezeket a kóborkutyákat távol tartja. És amire még figyeljünk, az a méhkaptárak. Ne menjünk melléjük, ne álljunk meg mellettük. Tartsunk mindig jó nagy távolságot, az a biztos. Az út minősége itt is változó, hol jobb, hol rosszabb szakaszok, de eddig sokkal jobb, mint a déli oldal. Na persze, alig láttam belőle pár kilométert. Szép, hegyes, dombos. Ez a Szitónia félsziget, ugye Halkidikihez csatlakozik be. Úgyhogy itt vannak szintek az emelkedő kedvelőinek. Éppen folyik a méhészkedés. Rengeteg helyen tartanak méheket. Az egész félszigeten, mindenütt. És hogy miért van itt ilyen sok méhkaptár, vagy mit gyűjtenek a mézek? Hát itt vannak ezek a virágok. Hát ez ilyen méter magas, de végig az út szélén, szinte mindenhol látható. És innen gyűjtik a virágport. Egy újabb tengerpart lejáró, Portokali Beach. Ilyen szép fenyők itt is, az út mindkét oldalán. Üdezöld az összes. Megálltam, hogy mutassam, milyen egy busz megálló tábla itt az út szélén. Paradise's Beach. Itt a méhkaptárak mellett lefele gondolom. Lassan érkezem a 71. kilométerhez. Hát itt sac per kb. Az én apartmanom a 80. kilométer környékén lehet. Úgyhogy akkor
Vegyük úgy, hogy 9 kilométert már lerúgtam. Közben úgy nézem, megérkeztünk a hágónak a tetejére. Egy jó 20 perc, csak felfele jöttem. Fölkanyarodok ide, szép kilátás reményében. Nem tudom, mi ez. Volunteers Team Fire önkéntes tűzoltói állomás, vagy mi lehet ez? Na mindegy, a kilátást szeretném inkább mutatni. Egy gyönyörű kék tenger és az Atosz a háttérben. Ez igen, pazar kilátás. És erre is. És hogy a bringáról is legyen egy jó kép. Lent is megy egy út le a parthoz. Itt voltunk fent, és úgy látom, csodás dolgunk lesz. Lejtő, és előttünk a 68. kilométer tábla. Ide kell a jó fék, és ez azért meredekebb lefele, mint az az emelkedő, amin jöttünk. Egy visszafele jó dolgom lesz. Lehet majd tekerni, majd tolni. Nem is engedem nagyon meg, 30-nál jobban nem szeretnék menni lefelé. Armenisti Beach. Arra kanyarodunk föl, és ahol el van vágva a szikla, ott lesz a vágó. Jó móka, de én élvezem. És ez is egy ilyen kerékpártúrával egybekötött gyalogtúrás nap lesz. Én szeretem az ilyet. Jó esik kicsit leszállni a nyeregből és tolni a gépet. Változatos. Jó ez a sziklafal, se háló, semmi alatta, esetleg leesnének a kövek. Mai napnak nincsen konkrét túraállomás, a célja, hanem csak úgy megyek, amíg komfortos, még jól érzem magam. Aztán majd ránézek az órámra, azt valamikor visszafordulok. Itt is félreálltam, a bringa fölött egy újabb gyöngyszem. Micsoda színek. El lehetne lent lubickolni. Változatosság kedvéért megint tekerek. Hihetetlen, hihetetlen milyen színek. Pringa egyébként ez egy KTM Tombstone 24 váltós gép. Kicsit le van kopva, le van ütve, hogy vasárnap is mondtam, nem egy kirakati darab, de teszi a dolgát. Gyerekek, mondjam vagy mutassam! Ez a rész itt egy panorámaút. Itt van a legközelebb a tenger az úthoz. Gyönyörű kilátás nyílik. Ez igen! Az út itt eléggé rottyos, toldozva, foldozva, nem szabad száguldani. Hát csak azért se, hát ha látunk valami jó kis kilátást valahol egy megálló helyet. Épp dolgoznak is a munkások. Kalimera, kalispera, ciao!
harmadik kimó. Erről egy kempinghez és a Manassu Beachhez. Viszont haladunk tovább. Bringát nem hozni a gazba. Itt minden bök, szúr, csíp, harap. Mit vág. Na és mutatom lassan. Ez itt az édenkert. És jobbra az út, ahonnan érkeztünk. Alattam a tenger. Háromnegyed egy van, találtam ezt a jó kis árnyékos helyet. Ez valami repülőgépes emlékmű. Nem megyek hozzá közelebb, mert ott már mély kaptárak vannak. Itt most tartok egy kis siestát, eszem iszom, pihenek egyet. Mondjuk kezdem egy kis házi pogácsával. De a vizek már megcsappantak, kólából 4 únyi, ebből már csak vagy 3, és még ez van vissza. Fogy a víz, fogy. Aztán jöhet egy kis csoki is. Na, meg volt a kaja, és én komolyan mondtam, ide egy kicsit leülök, sziesztázok, pihenek, kellemesen fúj itt a szél, úgyhogy rövidesen indulunk tovább. 1:30, újra nyeregbe pattantam, és megjelentek a felhők Athosz fölött. 60. kilométer tábla. Na hát ilyen az út lefele végig, kacskaringós. Átverekedem magam itt a dzsindzsáson. Ismét egy szép kilátási pontban reménykedve. Nézzétek csak ott lent azokat a házakat. Szuper lehet ott. Zografu Beach. És itt jön egy 10%-os lejtő. Ez jó lesz visszafele. Beach Zografu tábla. No igen, eddig ez a legmeredekebb lejtő. Viszont gyönyörű. Egészen közel jön a tengerparthoz az út. Nem is vágtázok, nincs értelme. Megérkeztem Camping Lakarra behajtójához. Ez is milyen érdekes növény, végre nem szúrbök. Ide jöttem egy kilátásért. Ez itt a kert. Hát nézzétek, mi kúszik be a képbe. Egy vitorlás. Ott van lent a jobb oldalán. Porto Carras, innen még 34 kilométer. Na, ketté osztották az utat. Érdekes. Már Voru-Voru irányában járok közelében, és itt lemegyek jobbra. Elvileg itt kiukadunk majd valahol a tengerpartnál. Aztán csinálok egy kört, és akkor főúton vissza Sártira. So have you ever felt betrayed? Na, milyen furi körforgalomféle vagy kereszteződés. Az íves kapu felé. Most itt kevergek, de jobbra-balra, mert nyaralók vannak. Jó
jó helyen van, mi? Megpróbálok lekeveredni majd a tengerhez. Tudom, erre lejt. És megálltam az út szélén, lépcsők vezetnek lefele. Lehet, hogy ez egy jó kis partra visz. Jó néz ki a víz. Ez igen. Bringát lehoztam a lépcsőn, le se kell zárni, kibírná innen ellopni. És most jöhet egy kis siesta. Tiszta a víz. És ez az irány, ez itt már is vuru-vuru, ha jól lejtem. Itt vagyunk egy köpésre tőle. Hű, de szép kis öböl. Ahol nem homokos, hanem köves, ott vigyázni kell. Végig tele van simmalacsal. Ebben nem lenne jó belelépni. Jó kis süntenyészet van itt, de attól még szép. És megpróbálok majd tovább menni, ott már mintha egy homokos part is lenne. Látok ott embereket. Becélozzuk azt. Akkor én le is megyek, nézzétek! Olajfa és az olajbogyók. Végig dúsan tele terméssel. Nem rossz kéglik. Itt is vannak. A leander a sövény, egyszerűen ilyen 3-4 méter magas. Én meg itt lesuranok a parthoz. Persze figyelem az utat, nehogy valami töv is legyen. És ebben a pillanatban megérkeztem a parthoz. Hű, de jó néz ki a betyárját. Cajga leláncolva, és akkor irány a part. Ez a finom homok itt is végig. Na, menjünk bele. Nézd már, a bringa leszökött. Jobb itt, igaz? Itt mutat jól. Elvileg Vuru-Vuru környékén vagyok, és ahogy a hölgy mondta, Karidi. Karidi ez az öböl, ez a pompás öbölnek ez a helye, neve, vagy milyen, akármilyen is, gyönyörű. Bicajt azért visszavittem az árnyékba. Itt is ez a sárga aranyszínű homok, de valamivel már durvább szemcséje van, mint Szártin volt. De hát ez egyszerűen csúcs. Hát gyerekek, ezt nem hagyom ki, olyan jó a víz, ebbe most bemegyek.
Kérdeztem, sűn nincsen. Hogy kérdeztem, ez görögül? Lerajzoltam. Azt mondták, hogy nincs. A bringa oda kötve. Hú, meg volt a merítkezés. Ha, oda akarok bejutni. És itt már derékig ér a víz. Pompás, pompás. Nézzétek a vízszínét. Hihetetlen. Ez a vízszíne. Milyen szép házak vannak a parton. Jó lehet egy ilyen kis villa. Búvárok elmentek arra be. Na jó van, úszkáljunk. Na, egy kis körkép a vízből. Csúcs. Erre tényleg nincsenek jelzők. Nem tudok már mit mondani. Itt jönnek a kajakosok. Azt a betyárját. És hála Istennek ezért a szép időért. Csoda szép az idő. Itt bent már teljesen lágy a homok. Kint még nagyobb szemű. Itt meg már abszolút ez a puha finom. Hát ez király volt, és kijövök megszárítkozni. Lassan 4 körül el kell indulni visszafelé. Maga a csoda. Közben kajázok. Ettem egy májkrémet pogácsával, a műzli szeletet még bedobom, aztán indulunk is. És még egy nápolyi szeletet is lenyomok. Hát akkor viszlát Vurvuru, viszlát tengerpart, 3-4-5 van, és akkor útra kelek vissza Sartira. Ebben a pillanatban visszaértem az úthoz. A visszaút az ugyanaz lesz, úgyhogy sokat nem fogok kamerázni. Látjátok, a jobb oldalon visúnyog a bokorba? 10% emelkedő tábla. Na, ezen még túl kell lenni. Utána már barátibbak lesznek a dombok. Egészen kényelmesen csordogálok lefele, még egy 10-es kb. Sartig. De masszívan tartja a 30-at szerintem, ilyen enyhe lejtő, amin megyek, de hosszú. Sarti! Megálltam egy pillanatra itt, van valami patakféle. Ilyen barnás a vize. Érdekes. Most van este 7 óra, visszaértem Sartira, előttem a hullámtörő és a kikötő. És menjek a városba, eszek valamit. Sarti benzinkútja. Azt mondja, 95-ös,
2,049 euró, a dízel 1,96. Megérkeztem erre a kis térre. Van, és itt van a kedvenc hamburgeresem. Akkor itt kajázok is. Közben néztem az időjárást, holnapra is szép idő ígérkezik. Napos idő 26 fokkal, pénteken lesz egy kis felhő szintén 26 fokkal, és ez a mai idő is szép volt, habár most a város fölött van egy kis felhő. Na, meghozták a kólát, rövidesen jön a hambi is. Hát gyerekek, meg is jött a finom kaja, fárasztó egy nap volt, de megérte. Igazából nem is vettem észre a hegyeket szinte, mert lekötött a táj látványa. Most ezt bedobom, mert megéheztem, és akkor ezekkel a felvételekkel már a búcsúzom. Találkozunk legközelebb, ciao mindenkinek, sziasztok!